A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 6-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a királyi napok történéseire tekintünk vissza, tartsanak velünk! A királyi napok előadása, az élet pecsétje, az aranybulla megszületésének időszakát mutatta be. Az ünnepség sorozatot Cserpakovics András székesfehérvár és Hernádi Zsolt esztergom polgármestere nyitotta meg. A királyi napok nyitó előadása előtt Cserpakovics András polgármester ünnepi beszédében kiemelte a leghosszabb ideig uralkodó Árpádházi királyunk II. András elévülhetetlen érdemeit a törvénygyűjtemény az aranybulla megalkotásában. Nagyon örülök annak, hogy most újra itt lehetünk, hiszen az elmúlt két esztendőben a pandémia miatt nem volt teljes a királyi napok. Most viszont teljes lesz, hiszen lesz néptánc, lesz szimfonikus zenekari koncert, lesz katonazenekari fesztivál, lesznek előadások, felvonulások, gyerekprogramok, lesz minden, amit megszerettünk, amit megszoktunk királyok menetével is. És azt is tudjuk, hogy szerencsére lesz koronázási szertartás játék ott azon a helyen, a nemzeti emlékhelyen, ahol egykor királyainkat több évszázadon keresztül koronázták. A királyi napok vendégeként esztergom polgármestere erősítette meg a két királyi város közös útját és felelősségét a múltban, a jelenben és a jövőben. Szerencsés az a nemzet, mely tud emlékezni és erőt tud meríteni ezekből. Szent István életműve ma is hat ránk, hiszen generációról generációra biztos pont volt a magyarság számára, és a mi felelősségünk, hogy ezt továbbadjuk a következő generációknak, ezért, hogy nekik is legyen mihez rendezni az életüket, jöjjenek akár jó évek, akár nehéz időszakok, amint most is vagyunk. Nyissuk fel az időzárját a mágikus szavakkal, egyszer volt, hol nem volt, és folytassuk. Volt egyszer egy király. A királyi napok nyitányaként a Matúz János által írt és rendezett dramatikus történelmi játékban idézték meg II. András uralkodásának fő mozzanatait, az aranybulla a magyar államiság máig ható jogtörténeti jelképe megszületésének időszakát. Ez egy unikális, óriási kihívás. Megpróbáltam tisztelegni azelőtt a lehetőség előtt, hogy Székesfehérvár, aki 800 éve őrzi az aranybulla emlékét, és ez egy fantasztikus 800 éves évforduló, de föl kellett tenni a kérdést, hogy hogyan lehet színpadra vinni az aranybullát. És akkor én alkotói szempontból egyetlen egy föltett kérdésre kerestem a választ, hogyan létezik az, hogy egy törvény 800 éven keresztül, 700 éven keresztül folyamatos hivatkozási pont marad, miközben törvények jönnek, mennek, történelmi korszakok jönnek, mennek, uralkodóházak halnak ki, és az aranybulla titka valahogy az, hogy olyan belső szellemtörténeti titkokat hordoz, amely időn túli örök érvényűséget biztosít neki, és én megpróbáltam felnőtt színészek és diákok segítségével egy összművészeti megoldással megsejtetni ezt a belső titkot, hogy mitől is élt az aranybulla ennyi évszázadon keresztül. Elődeid tettei közül emlékezhetnél szebb dolgokra is, lélekemelő nagy napokra volt belőlük nem kevés. Az elme, ha keres, akkor először sohasem a fényt találja. A kérdező előbb mindig az árnyékra akad. Aranyszöveten a molyrágta apró lyukra, és azt kérdezi, honnan a moly? II. András szerepében Mihály Győző hitelesen keltette életre az uralkodó harcait, dilemmáit, útját, amelyben ötvöződött a régi és az új út, amelynek tetőpontjaként, mint egy összegzésként megjelenhetett az aranybulla. Van egy ilyen benne, hogy visszaemlékszik az előző uralkodókra, mert eléggé tanácstalan.
Tehát elég nem nagyon nagy az anarchia az országban, és nagyon érdekes, hogy hogy jut el végül is a lánya, az Erzsébet vezeti rá, hogy talán Isten helytartója egy király, de mégis nem biztos, hogy olyan jelentékeny ember egy király. Sokkal jobb, ha együtt működik a saját országával, a saját nemzetével. És ebből jön az aranybulla gondolata, hogy akkor már pedig őneki le kell hajolni a néphez, és együtt fölemelkedni, és együtt naggyá tenni ezt a nemzetet. Tehát egy nagyon-nagyon jó vagy mai modern gondolkodású ember volt. Tehát azt, hogy a király Isten helytartója, és a királyságát azt Istentől kapja, azt egy kicsit ő átértékelte. Én nem büntetem magam. Én szeretek apám. Izzó vasnál forróbban. Ez a tűz tanított meg arra, hogy némelykor a földig kell hajolnunk és megalázkodnunk, hogy aztán bizalommal és örömmel emelkedhessünk fel újra. Varga Gabriella Szent Erzsébet útját mutatta be Istenhez, aki, ahogy a korabeli krónikás is megfogalmazta, a tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő nemzetségből származott, s e világ ködében úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag. Tulajdonképpen mindig valahogy nagyon izgatott, ugye, hogy valaki szenté lesz, de hogy az hogyan történik. Tehát, hogy valamikor, vagy valahogy ő is ugyanolyan ember volt, és mégis mi az az út, ami kapcsán találkozik Jézussal, vagy valahogy például, mint Árpádházi Szent Erzsébet személyében egy ennyire szélsőséges formában, már fiatalon, egy boldog házasságban, boldog család anyaként kezdte el tulajdonképpen ezt a nagyon, nagyon vallásos életet, amit az udvar és a környezete nem is értett, de közben ez nekem mind pluszban csodálatos, hogy például ez nem egy menekülés az ő részéről, hanem egy nagyon boldog, teljes házasságban, sőt, szerelemben élt a férjével, és a férje ezt abszolút támogatta, hogy ő ilyen, vagy ő ezt a vallásos utat járja, és aztán a férje korán meghalt, és azután aztán maximálisan ugye a vallás felé fordult, lemondott a három gyermekéről is, hogy teljes szívével ezt az utat járja. Ahogy a szerző Matúz János is megfogalmazta, a céljátékos, fordulatos, színes képekben sok évszázados siker okait, titkait, elemeit kutatta. A nyitó előadás műfaja ezért is lett rege. Mesélünk majd szépen, szabatosan mondja, közös örömünkre. És ha jól végezzük dolgunkat, a pecsét végül feltöretik, és az aranybulla szövege mögé látva felfedhetjük, ami a törvény betűi mögé írva vagyon. Hogy tovább járhassuk elődeink útját! A csillagösvényen! Átadták az államalapító Szent István emlékérem és díjat Székesfehérváron. A magánszemélyek által 2004-ben alapított elismerést idén Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke vehette át. Nagy tisztelettel és barátsággal köszöntöm Juhász Juditot körünkben. Annál is inkább, hiszen az idei esztendőben a Szent István díj és emlékérem őt illeti. Én azt gondolom, hogy a kuratórium természetesen jól döntött, mint minden évben. Fontos számunkra az ön személyisége, hiszen ahogy megismertük még annak idején újságíróként, aztán rádiósként, a rádió felelős vezetőjeként, és hadd tegyük hozzá, hogy a rendszerváltás után az első kormány sajtófőnökeiként nagyon sokat tett azért, hogy egy kicsit kinyíljon a világ előttünk. Egy közgazdászból, aki újságírói vénával is rendelkezik, hogy lesz ilyen értelemben politikai szereplő? Hát a történelem forgószele elrepített a Bródy Sándor utcából a parlamentbe. Pontosabban először Surján László, akkori népjóléti miniszter hívására először a Népjóléti Minisztérium szóvivői feladatait vállaltam. Nem nagy önbizalommal és nagy-nagy honvágyjal a Magyar Rádió és a rádiózás iránt, de úgy gondoltam, hogy talán nekem is oda kell állnom azok közé, akik egy jobb és tisztább közéletet szeretnének, egy másfajta egészségügyet. Egyáltalán egy több pártrendszerre épülő demokráciában akarnak új
életet kezdeni, úgyhogy gondoltam, hogy majd leszek én még rádiós, ami aztán be is következett, de néhány hónap múltán, a taxis blokád után Antal József miniszterelnök úr hívott kormány szóvivőnek, és nagyon gyors és kemény és nehéz három esztendő következett, azután pedig egy év úgymond külsőzés, szabad úszás, az ember visszatér a pályakezdő rádiósnak a mindennapjaihoz. Hát persze azért az ember nem ott kezdi 20 év után, mint ahol annak idején elindulhatott, úgyhogy egy év múlva a Remix Rádiótechnikai Vállalat volt az első cég, amelynél dolgoztam szinte ifjúkoromban, és a Vestel Rádiótelefon Kft-nél töltöttem be egy esztendeig. Ugyanakkor visszatért az eredendőhöz, nem így sokkal van. Később. Igen, aztán a Magyar Rádióban 4 évig voltam műsorokért felelős alelnök, és így jött a 2000-es esztendő, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az viszont nagyon-nagyon fontos pillanat. Én azt gondolom, egy hittel élő ember számára ez egy fontos megbízatás, annál is inkább, hiszen a hit tart tulajdonképpen a 21. században életben bennünket kis túlzással, hiszen ahogy ön is fogalmaz, illetve ahogy olvastam egy beszélgetésben önnel, ha megtartjuk a rendet, akkor a rend megtart bennünket, márpedig ehhez a hit jelentősen hozzájárul. Feltétlenül. És az a különös helyzet állt elő, hogy ehhez is kellett egy előzetes stáció. Az, hogy Egerben megpályázták a Katolikus Rádió regionális adására a frekvenciát, és sajnos nem tudtak elindulni. És 2000 őszén néhány hónapig Egerben segítettem életre hívni a rádiót, és amikor talpra állt a rádió, akkor hívott föl Spányi Antal püspök úr, hogy szeretnének velem beszélni, Seregély atya vár. És ennek a beszélgetésnek lett a következménye az, hogy az akkori MKPK, tehát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia akkori elnöke, Seregély atya fölkért, legyek a sajtófőnöke. Ugyanakkor egy rövid idővel később már is a Katolikus Rádió alapítójaként a Katolikus Rádió élén találta magát. Ez megint csak egy fontos, én azt gondolom, sajtótörténeti pillanat Magyarországon. Valóban az. Valóban még máig is csodálkozom, hogy sikerülhetett néhány hónap alatt. Éppen csak elkezdtük a munkát a konferencián, ráadásul 2000-ben volt a nagyszerű kiállítása a keresztény egyházaknak a gyönyörű kiállítása a Vatikánban, úgyhogy szinte ez volt a felavatásom, az első fontos munkám. Akkor indítottuk el az óriás plakát kampányt, talán emlékeznek még rá, jót tenni jó volt az első szlogenünk, jelszavunk, azután a Holtomiglan, Holtodiglan, a házasságnak, a házasság szentségének a fölmutatása. Tehát ebben az izgalmas és nagyon-nagyon pergő életben döntött úgy Seregély atya, hogy pályázzunk az első magyar országos katolikus rádió frekvenciájára. Megnyertük nagy kinkeservesen a pályázatot. Nem nagyon akarta az akkori kormányzat, hogy legyen egy országos katolikus rádió. Úgyhogy sikerült, és 2004 pünkösdjén meg is szólalhatott. Mennyiben változtatta meg ez a szakmai életét? Hiszen ez egy különleges feladat, úttörőnek lenni minden helyzetben az, de ez mégiscsak. Azt hiszem, mindenütt azért visszatudtam térni az alaphivatásomhoz, a rádiós szerkesztéshez, a rádiós műsorvezetéshez, az emberi kapcsolatok építéséhez. Kormányszóvivőként is bele kellett tanulnom abba, hogy sokféle érdeket és sokféle tehetséget és sokféle adottságot próbáljak úgy összefonni, hogy abból valami jó jöjjön ki. Ez egy igazi zöldmezős beruházás volt a Katolikus Rádió. Nagyon nehezen is álltak kötélnek azok, akiket hívtam oda dolgozni, mert akkor a Magyar Rádióban nagyon biztos és reményteljes állást töltöttek be, azt gondolták, hogy egy bizonytalanra, egy most induló rádióba, egy egyházi rádióba, hát oda elköteleződni, hát ez azért túl nagy kockázat. Akik akkor mellém álltak, azok ma is ott vannak szinte valamennyien,
és azután pedig már jöttek anélkül is, hogy hívtuk volna a szerkesztőket. És így egy 50 munkatárssal, belső munkatárssal és majdnem 100 külső munkatárssal valóban egy 24 órás olyan kulturálisan és értékekben megkérdőjelezhetetlen rádió szólalt meg, és szól a mai napig is, amelyben az Isten hit, az Isten keresése, azoknak az értékeknek a nem erőszakolt, nem direkt felmutatása vonzotta a hallgatókat, megragadta őket, az az igényesség, ahogyan a mi rádiósaink megszólaltak, megragadta őket a szép utáni vágy, a költészet, az irodalom, a zene, a művészetek szerepeltetése, és természetesen egy olyan ima láncot is, és egy olyasfajta élő, imádkozó közösséget is magunk mellé tudtunk állítani, akik boldogan jöttek esténként rózsafűzért imádkozni egész napi munka után. Utaztak vonaton azért, hogy a katolikus rádióban együtt imádkozzanak, és bizony még a csángók is, és megható, és a mai napig is megindító emlékeim vannak arról, hogy milyen sokat jelentett az emberek számára, hogy értük és nekik szól egy rádióadás. Ez egy misszió volt mindenképpen, mint ahogy a Magyar Művészeti Akadémia is az, jelenben is, hiszen felgyorsult a világ, túlságosan sok olyan inger ér bennünket, ami eltávolít a művészet valóságától, és én azt gondolom, hogy a Művészeti Akadémia teljesíti küldetését mindenféle értelemben. És én már 11 esztendeje köztestület. Ennek is kellett legyen előélete. Makovec Imre és barátai már majdnem 30 esztendeje, hogy megalapítottak egy olyan társaságot, egy olyan egyesületi formában működő akadémiát, amelyben a legkülönbözőbb műfajban dolgozó, alkotó művészek alkottak baráti közösséget. Olyan közösséget, amelyben mindenki kíváncsi a másikra, megbecsüli a másik munkáját, az irodalmára festőjét, az építész, a népzenészét, és nem sorolom tovább, 9 műfajban dolgozik ma 300 akadémikus, és vagy 7000 külső nem akadémikus köztestületi tag kötődik ehhez az intézményhez, amelynek törvényben, alkotmányban foglalt feladatot szabott meg a kormányzat. Legyen méltó, és a végig dolgozott művészi pályafutás után egy elfogadható életszínvonalat adó művész járadék, amelyben biztonságban és valóban belső méltósággal élhetik meg az időskort, és ugyanakkor pedig legyenek ott a kulturális és művészeti élet minden olyan fórumán, amelyben védeni kell, kialakítani kell koncepciót, akár a gyerekek művészeti oktatásánál elindulva az egyetemi tanári kinevezésben is, ott legyen az akadémikus szava, a professzorok munkájában, ezt ilyen nehéz összefoglalni, de valóban az élet minden területén kifejtheti a hatását az a köztestület, amely ugyanakkor pedig értéket akar adni az országnak, és egyfajta olyasfajta világot is felmutatni, amely a hétköznapokból egy kicsit kiemeli az embert. Tehát a művészet erejével, a művészet eszközeivel értelmezni a világot, és segíteni az embereknek egy kicsit magasabb rendű életet élni. Azt gondolom, hogy ez valóban nagyon szép misszió, és az, hogy én 11 éve ott dolgozhatom, és emellett még jó néhány társadalmi tisztséget is betölthetek, mint például az Anyanyelvápolók Szövetségének az elnöki posztját, ez azt mutatja, hogy egy egyik feladat erősíti a másikat, és az ember, hogyha még feleség és nagymama és baráti kört is összetartó ember, akkor azt mondhatom, hogy talán ez az, amit ma este itt ünnepelhetünk Székesfehérváron ebben a gyönyörű királyi városban, hogy a hűség meg a hittel élt élet az meg kell, hogy hozza a maga gyümölcsét, és továbbadható legyen, mert hát ez a legfontosabb, hogy legyen, akinek továbbadjuk mindazt, amit mi megtanulhattunk, és amit
amit egy kicsit talán a magunkénak valhatunk. Meg annyi elismerés kísérte szakmai munkáját, ahogy említette, számtalan alapítvány tagja, vezetője, kitalálója, továbbvivője. Ugyanakkor ez a Szent István emlékéremésdíj, ha úgy tetszik, vissza az eredendőhöz, hiszen Spányi Antal és a köztestület egyértelműen döntött ön mellett. Miként fogadta, és miként fogja elmesélni, ha nem is ön, a Holdacska miként meséli el az unokáinak ezt a erről is tud. Hát megragadó volt, és tényleg szíven talált, amikor püspök úr fölhívott néhány héttel ezelőtt, hogy a civil szervezetük, testülete rám gondolt. Ez egyfajta szembesülés is, tehát nagy öröm, nagyon kell az embernek a figyelem, a köszönet, az elismerés. Ez, aki tagadja, azt hiszem, hogy talán nem néz igazán magába. És mindig ez vezetett engem is, bármilyen vezetői posztot töltöttem be, hogy legyen időm, erőm és figyelmem megköszönni mindenkinek a munkáját. Ez előre visz, és nagyon, nagyon jól esik, mert szeretet van benne. És ez egy olyan kötőanyag, ami az embernek újabb és újabb lendületet ad. De persze olyan szembesülés is, hogy az ember végig gondolja az életét, és szembesül a gyöngéségeivel, a mulasztásaival, a hibáival, mert enélkül sem lehet örülni egy kitüntetésnek, az mindig számadás is egyben. De azt hiszem, hogy lehet felhőtlenül is ünnepelni, és azok a barátok és családtagok és unokáim, akik ma eljöttek erre az ünnepségre, azt hiszem, hogy az ő szemükben is ezt látom, és ez tükröződik majd valamennyünk szemében, hogy de jó, hogy együtt lehetünk, és hogy a Jóisten egybe terel minket mindig. Az egyik barátom kifejezése az, hogy csak kötelékben érdemes repülni, mert csak akkor élhetünk el célt, és nagyon igaza van. Keveset tudunk egymásról, egy kicsit atomizált a társadalom, bármennyire is igyekszünk. Energia és erőfeszítés, hogy számon tartsuk egymást, hogy akarjunk együtt lenni, hogy akarjunk akkor is a másikkal együtt lenni, amikor talán számunkra nem annyira kellemes abban a pillanatban. Tehát egyfajta áldozatkészség kell a barátsághoz is, hát még a családhoz, hát még ahhoz a hűséghez, amely egybeköt bennünket a legszűkebb családban. De ez egyúttal egy csodálatos örömforrás is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm. Éljen a magyar címmel egy hangversennyel megkezdődött az Alba Régia Szimfonikus Zenekar idei évada. A térélmény előadáson a közönség Zemlényi Eszter és Rezsnyák Róbert előadásában magyar operaáriákat hallgathatott meg. Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén is a Bartók Béla térre invitálta a klasszikus zene barátait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az éjjel a magyar koncert előtt Cserpakovics András polgármester köszöntötte a zenekart és a székesfehérváriakat, majd stílszerűen következett a Térélmény című évadnyitó hangverseny, amelynek dirigense a zenekar művészeti vezetője volt. Augusztus 20-a, és az egész évünkre nagy hatással van műsorpolitikánkban az Aranybullának az évfordulója. Hogyha lehet egy augusztus 20-át még magyarabbra hangolni, akkor ezt idén megpróbáltuk megtenni. Erkel Ferencnek és Kodály Zoltánnak a műveit fogjuk játszani, de még egy Brahms meglepetéssel is készülünk, ami szintén magyar hangulatban telik majd. És hát konkrétan az az András király, az a második András király szerepel a Bánkbánban, aki az Aranybullát kiadta, és nagyon nagy öröm nekünk az, hogy ebből az operából is ma elhangoznak részletek.
Az est különlegessége volt, hogy a komoly zene két tündöklő tehetségű énekese is hazajött Székesfehérvárra. Zemlényi Eszter örömmel tett eleget a felkérésnek, így a székesfehérvári közönség is megcsodálhatta kivételes adottságait. Ez egy különleges alkalom nekem, hiszen Fehérvár igazán a szívem csücske, hát ide járok haza, és nagyon szeretek itt énekelni. Az Albert Régia szimfonikus zenekarral különösen nagyon szeretek együtt zenélni. Rezsnyák Robit nagyon régóta ismerjük egymást, és mindig egy ünnep, amikor együtt énekelünk. Illetve hát most a koncertre való készülődés alatt jutott az eszembe, akkor döbbentem rá, hogy abban a teremben öltözöm, ott készülődök, ahol az legelső énekórám volt életemben, itt a zeneiskola falain belül, úgyhogy több szempontból is egy igazi ünnep nekem ez az alkalom. Rezsnyák Róbert számára is megadatott, hogy a zsúfolásig megtelt Bartók Béla téren hazai közönség előtt adhassa elő Erkel Ferenc örökbecsű opera áriáit. Erkel és Kodály műveiből fognak elhangzani részletek. Bánkbánból lesz a Hazám, Hazám és a Bordal részemről, és a Háriból lesz a Toborzó és a Tiszán innen Dunántúl. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint a szűnni nem akaró taps egy világszínvonalú est végén, méltó módon a Királyi Napok programsorozatához. Ebben az esztendőben is Székesfehérvár adhatott otthont a Fricsai Rihárd katonazenekari fesztiválnak. Idén a Magyar Honvédség Tatai, Veszprémi, Kaposvári és Székesfehérvári helyőrségi zenekar adott koncertet a Zicsi színpad előtti téren. A 8. alkalommal rendezett katonazenekari fesztivál résztvevőit a város nevében Cserpakovics András polgármester köszöntötte. A városvezető kiemelte az augusztusi ünnepkörhöz kapcsolódó 10 napos Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat azt mutatja meg, hogy a városnak milyen gazdag történelme és kulturális élete van. A polgármesteri köszöntőt követően Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter mondott beszédet, amelyben méltatta Székesfehérvárt, Székesfehérvár katona életét és a katona zenét. A Magyar Honvédség Tatai, Veszprémi, Kaposvári és Székesfehérvári helyőrségi zenekara az Icsi színpadnál adott koncertet, ahol a szakalaki bemutatókkal is nagy sikert arattak. Amikor eljönnek az emberek egy ilyen rendezvényre, akkor tulajdonképpen, ha körbenézünk, akkor korra és nemre való tekintet nélkül a legkisebbektől a legnagyobbakig itt van mindenki. Én azt gondolom, hogy ez a kultúrának olyan formája, ami a legközelebb van az emberekhez. Utcán vagyunk, köztük vagyunk, mindenféle technikai eszköz nélkül, mert a mai világban nagyon jellemző, hogy nagyon sok minden túl, nagyon sok rendezvény túl van technikával tolva, hogy így mondjam. Ránk ez nem jellemző, mi mindig az akusztika erejével veszünk részt egy ilyen rendezvényen. Hogyan lehet fenntartani ezt a művészi színvonalat, hiszen azért tudjuk, hogy azért ilyen értelemben is változik a világ? Mindennapi gyakorlással. Mint hogy minden muzsikus, nekünk is az erőnk, abban van, hogy minden nap gyakorlunk. Egy katonazenekar több lábon álló szervezeti egység, hiszen nekünk nem csak a zene, hanem az alaki mozgás, majd látják itt a közönség szakalaki bemutatók, tehát az alakiság és a zene együtt kell, hogy működjön.
A regionális katonazenekari fesztivál névadója Fricsai Rihárd alezredes a magyar katonazene történetének emblematikus egyénisége volt, aki Székesfehérváron is példaértékű kulturális életet teremtett. Fricsai Rihárd 1897-ben került Székesfehérvárra, gyakorlatilag hosszas keresgélés után találtak rá az ő személyére, amikor a zenekar élére gyakorlatilag meghívták. Egy olyan személyről beszélünk, aki nem csupán a helyőrségi zenekarért felelt, hanem a város egész zenei életét felvirágoztatta. Egészen széles látókörű, hiszen karmesteri, zeneszerzői, mindenféle szervezői készségekről tett ő tanúbizonságot. Nem véletlenül Székesfehérvárt egyébként nem csak a királyok városának szokták hívni, hanem Fricsai városának is. Fricsai Rihárd zenei díj, ami a város által adományozott zenei kitüntetés. Azt gondolom, hogy ez méltó megemlékezés mind arra, hogy valójában úgy emlékezünk Fricsaire, mint aki Székesfehérváron megalapozta a virágzó zenei életet. A szakalaki bemutatókat követően felsorakozott a négy katonazenekar az Icsi színpad előtt, hogy a találkozó végén az összevont nagy zenekarban köszönjék meg a figyelmet és a tapsot, a záró műsorszámot, amelyben Seregi Artúr Szent István indulója, Kodály Zoltán Kállai kettőse, Johann Strauss Radecki indulója, Ábrahám Pál Honvéd bandája és Mondvai György katonazenészek indulója című műve hangzott el, az Aranybulla emlékév tiszteletére ajánlották fel a katonazenekarok. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.